Tehát irány India, nem is akármilyen helyre megyünk, Keralába megyünk, ez Dél-India egy része. Nem a legszebb rész, nem a turista helyeket fogjuk meglátogatni, hanem valami egészen speciális és egészen érdekes dolgot fogunk csinálni, de ezt majd később fogom elmondani. Az utazás persze nem itt kezdődik a parkolóban, hanem valahol ott, hogy összepakolunk, és ne felejtjük el, hogy ez az utazás nem egy nyaralás, hanem az utazást azért terveztem meg, mert a jövőben van egy célom, és ezt a célt szeretném megerősíteni ezzel az utazással, ezért már az összepakolás folyamata, a készülődés is ide tartozik. Több hónapja készülök erre az útra, nem konkrétan erre az útra, hanem erre az eseményre, és most itt az út, úgyhogy folytassuk, becsekkolunk, aztán elmondom, hogy miért megyünk és hova. Keresünk egy nyugodt helyet, ahol eszünk, és ott folytatom, és elmondom azt, hogy miért is megyünk Indiába. Mi az a nagyon érdekes dolog, ami miatt mindenképpen most oda kell utaznunk. Azt tudni kell rólam, hogy nem vagyok vallásos, ahova megyünk viszont egy nagyon erősen vallásos hely lesz, és egy rituálén fogok részt venni, nem csak én, hanem ketten Milénával fogunk részt venni ezen. Megvan az oka, hogy miért csinálom meg ezt a rituálét, de beszéljünk a rituáléről magáról, hogy miért fontos ez, miért fontos egy mondjuk európai ember számára az, hogy részt vesz egy ázsiai szertartáson, miben tud segíteni neki. És én nem vagyok se keresztény, se ázsiai, vagy bármilyen vallás követője, de ez a rituálé fontos abból a szempontból, hogy megértsük azt, hogy az embernek a szokásai azok hogyan alakulnak, és ezek alapján hogyan lehet a személyiséget megváltoztatni. Induljunk ki tehát a szokásokból, tehát az embereknek vannak szokásai, nem csak az embereknek, hanem bizonyos dolgokhoz kellenek szokások. Ilyenek lehetnek például azok is, hogy elkészítünk egy kávét, hogy nem mindegy, hogy hogy készíti el valaki a kávéját, vagy aki főz, hogy hogy rakja elő, hogy készíti ki a nyersanyagokat, hogy kavarja a fazékban az akármit. Az, hogy ahogy eszünk, ezeknek is rituáléja lehet. És hogyha egy kicsit komolyabban vesszük azt, hogy milyen célok vannak, akkor kiderülhet az, hogy ez a rituálé egy sokszor megismételt és nagyon erős szabályok szerint végrehajtott cselekvés sorozat. Ennek a cselekvés sorozatnak van valamilyen értelme, tehát a célját el tudja érni. Miért veszek részt rituálén? Az egyik oka az az, hogy a jövőben van valami, és a múltban is van valami. A múltban valami, amitől meg akarok szabadulni, és a jövőben valami, amit el szeretnék érni. Ahhoz, hogy megszabaduljunk bizonyos cselekvéseinktől, bizonyos szokásainktól, ahhoz egy teljesen új rituálét kell kialakítanunk, tehát új módon kell cselekedjünk, új szokásokat kell felvegyünk. Ez is lehet egy módja, és ez egy finomabb megközelítése ennek az egésznek. Akkor, amikor a gondolkozásodon szeretnél változtatni, vagy az érzelmi világodon, akkor nem elegendő csak a cselekvés sorozatokat megváltoztatni, akkor sokkal mélyebbre kell nyúlni. Speciálisan választok egy olyan területet arra, hogy változtassak magamon éppen most, nem csak ez az egyetlen út, hanem sok utat elindítok, ez most egy út, amit csinálok. Az ázsiai kultúra és az én jelenlegi kultúrám erős kontrasztban áll egymással szemben, és pont erre van szükségem, hogy teljesen kizökkentsen a hétköznapi cselekedettől. Szóval, ott tartottam, hogy ja, nagy kontraszt. Tehát India egy erős kontraszt, és ez a vallási kultúra, ez szintén egy erős kontraszt. Amit csinálok, az nagyon érdekes, ebben nem fogok nagyon mélyen belemenni, inkább arról fogok beszélni, hogy milyen rituálét tudsz magadnak megcsinálni otthon, ugyanis választhattam volna egy olyan szertartást is, egyébként érdekelnek a szertartások, mint rituálék, mint érdekességek, mint rendszerek, amik körülvesznek minket. Tehát választhatom volna egy olyan rituálét is, egy olyan szertartást is, ami a szomszédban van, tehát átmegyek a szomszéd templomba és megnézek egy misét, abban is rituálék vannak,
de nézhettem volna mondjuk egy kocsmában egy sörcsapolást, aminek szintén megvan a maga rituáléja, és egy erősebben kulturált alkoholista sörivó az leszíthat egy olyan embert, aki nem jól szögbe tartja a sörös poharat, vagy éppen egy pezsgőzésnél nem úgy tartjuk a pezsgős poharat, és nem úgy fogjuk az üveget. Ezek szintén rituálék, ettől függetlenül a pezsgő vagy a sör megiható lenne, de mégis más lesz az íze, más lesz a habja, más lesz az élmény, más lesz az, ahova hozzákötjük ezt a cselekményt, tehát nem mindegy, hogy hol történik, és mi történik, és hogyan történik. Na egy kis szünet, felszállunk a gépre, és folytatom azzal, hogy pontosan a szokásai és a rituálé között milyen összefüggések vannak, és ezzel hogyan tudod megváltoztatni a saját életedet, jobbá tenni a sorsodat. Az ember személyisége, a viselkedésében fogalmazódik meg. Az azt jelenti, hogy a személyiség kifejeződik abban, hogy mi az, amit folyamatosan megismétel. Tehát az, amit megismételsz, az vagy te, mert ez egyfajta szokás, egyfajta ismétlés, egyfajta viselkedés. Meg lehet fordítani ezt az egész folyamatot ahhoz, hogy a személyiséget meg tudjuk változtatni, méghozzá úgy, hogy szokásokat alakítunk ki, és ezek a szokások lesznek jellemzőek valamilyen célra, és ahogy hozzászoksz ezekhez a viselkedési formákhoz, és teljesen magadévá teszed, a személyiség így fog változni. Egyébként így torzul is a személyiség nagyon sok embernél, de ugyanígy tud pozitívan is megváltozni. Tehát, hogyha pozitív dolgokat csinálsz az életben, tehát például elkezdesz segíteni embereket, és mindig segítesz, nem csak akkor, amikor van pénzed, vagy van erőd, hanem akkor is, amikor nincsen, tehát erről szól a rituálé, hogy mindig megcsinálod ezt, akkor is, hogyha nincs kedden, vagy nincs lehetőséged, akkor a személyiséged elkezd megváltozni, és egyszer csak, amikor azon kapod magadat, hogy nem akarsz már segíteni, mert eleged van mindenből, akkor is másnap reggel fölkelsz, és elkezdesz automatikusan segíteni másoknak, mert a személyiséged megváltozott, és egyfajta ilyen adakozó, segítőkész ember lettél. A közeljövőn két rituálén fogok részt venni. Érdekelnek mindig ezek a rituálék. Annak idején Boris Zolotovval nagyon sokat foglalkoztunk ilyenekkel, nagyon sok helyre mentő, látogatta a szent helyeket, a pravoszláv vallásoktól kiindulva mindenféle világ, mindenféle vallását tanulmányozta, és bárhol járt a világon, és majdnem bejárt az egész világot, akkor ott megfigyelte azt, hogy ki mit csinál, és milyen eredményei vannak ezeknek, és milyen ősi gyökerei vannak ezeknek a szokásoknak, szertartásoknak. Nagyon sok rituálét alakított ki ő is, a szemináriumoknak voltak jellegzetességei. A mi szemináriumainknak is vannak ilyen jellegzetességei, amelyek elindítanak bizonyos folyamatokat. Vannak olyan zenék, amelyek már jelentéssel bírnak, vannak olyan gyakorlatok, amelyek egy konkrét jelentéssel bírnak, csak úgy nem csináljuk. Tehát fontos megérteni, hogy mi rituális, mi nem. A rituálinak mindig van egy másodlagos gondolata, tehát a rituálé mindig spirituális, és nem csak valamiért csinálod, hanem valamiért és még egy plusz gondolatért kell csinálni. Tehát akkor, amikor szokásod van, és csinálsz valamit, valamihez mindig hozzányúlsz, akkor ez lehet egy rossz szokás például, mint egy csámcsogás vagy bármi, tehát semmilyen célja nincsen, csak valamiért kialakul. Tehát mindig kell legyen célja a rituálénak, mindig kell legyen egy plusz gondolata, és ezt a folyamatot komplexen kell végrehajtani. Tehát ha megvan a célja és megvan a folyamata egy ilyen szokásnak, akkor ezzel már a személyiségedet tudod alakítani. A Premium Vlogban a videótáron fogunk kifejteni a rituálét, hétköznapi példákat fogok mutatni, és elmagyarázni azt, hogy mi az, amit otthon tehetsz azért, hogy ezek majd elfelejtjük, hogy rituálénak hívjuk ezeket, hanem egyfajta gyakorlatoknak lehet nevezni. Tehát milyen gyakorlatokat tudsz csinálni, ami rituálé minőségű, ahhoz, hogy az üzleted előrébb menjen, hogy jobb tárgyaló ember legyél, hogy jobban megértsd a többieket, jobban ki tud fejezni magad,
hogy a személyiséged olyan legyen, amelyik jobban illeszkedik akár az üzleti céljaidhoz, akár a személyes céljaidhoz, mint például a párkapcsolathoz, a barátsághoz, a társadalmi szerepekhez. És ezekhez ki lehet alakítani rituáli minőségű gyakorlatokat, tehát menjetek a videótára, nézzetek a Premium vlogot, meg az összes többi vlogot, a start konzultációkat is. Találkozunk a következő videókban. Innen folytatom az utamat, és Indiáról még lesz bejelentkezés, még egyéb más érdekességet fölveszünk, és összekapcsoljuk olyan dolgokkal, ami Európában érdekes és hasznos is a hétköznapjaink számára.